több, mint mánia, nézd így hat rám a kémia. Nem kell több, csak pár hiba, és minden veszve már. A sok rossz válasz felülről, jó, kezdjük újra előről. Az ember néha megőrül, és téves úton jár. Tele van veled a fejem, és a szerelem példatára. A vegyületekben elvegyülve reagál rád a vágyam. Belecsavarodik az agy. Jaj, a türelem felel a fő. Egyszerűbb a képlet, ha a megoldás nyerünk. Érzem már, ó, a kémia megvan közöttünk. ChemLearning, az online kémiai példatár. Több mint 5000 folyamatosan bővülő szerves kémiai feladat 40 témakörben magyarázatokkal. Regisztrálj te is a chemlearning.elte.hu oldalon, hogy hozzáférj Magyarország egyik legnagyobb oktatási feladatgyűjteményéhez. ChemLearning, a kémia megvan közöttünk. Hát ilyen vidáman is elsajátítható a kémia. Köszöntöm nálunk dr. Ábrányi Balogh Pétert, a BMW címzetes egyetemi docensét, és Csorba Lócit, a Lóci játszik frontemberét. Szervusztok, köszönjük szépen. Ugye ez az a kis dal, amit az előbb hallhattunk és láthattuk a klipjét, ez tulajdonképpen egy feladatgyűjteményt volt hivatott népszerűsíteni, de mi is ez a ChemLearning pontosan? Ez a ChemLearning egy olyan együttműködés, ami az ELTE, a BME, illetve a Semmelweis Egyetem oktatói között jött létre. Egy kis csapat, akik mintegy 500 kérdésből és a hozzájuk tartozó magyarázatokból létrehoztunk egy online feladatgyűjteményt, hogy segítsük a hallgatókat az online tanulásban, illetve az oktatókat, hogyha egy digitális feladatgyűjteményre, kvíz kérdéssorra van esetleg szükségük. És Paulina és Lóci, ti hogy jöttetek a képbe? Ugye, merül fel a kérdés. A legjobb kémia professzorok lehettetek volna. Híres. Egyébként, ha már így belekészítek, képzeljétek, én hetedikben, hetedikes koromban kerületi első voltam fizikából és kémiából is. Tehát, hogy nagyot mentem 99-ben, vagy nem tudom, mikor rendetén. Utána egy bölcsész karrá sikerült a szállt, és végül zenész lettem, tehát azért ezek komoly vargabetűk. Na, de félretéve, Orbán Tamás, aki ennek a klipnek a kitalálója, egyébként kiváló dalszövegíró, többek között a Hófehér Jaguár is az ő nevéhez fűződik, és a Fél Gáspár Laci életmű. De, és hogy neki volt az ötlete, hogy mi lenne, hogyha ezt egy dalban tudnánk összefoglalni ennek a ChemLearningnek a lényegét, és a Paulinát meg engem talált meg erre a feladatra, amit mi szívesen vállaltunk, elmentünk hozzá, megírtuk ezt a dalszöveget, és lényegében hát olyan gyorsan összejött, hogy írtunk belőle egy ilyen jó kis dalt, és a klipnek meg ez az ötlete, hogy minthogyha egymáshoz énekelnének a főszereplők, vagy egymás irány nyomogatnák ez esemeseket, kiderül, hogy mindenki a ChemLearningnek a függője, és nem is a szerelemé. És ráadásul itt forgattátok a videóklipet, nem is olyan messze, pont itt a Dunaparton, az ELTE-nél többek között, de mégis milyen volt Paulinával a közös munka? Adódik a kérdés, hogy milyen volt a kémia. Ó, hát nézd, badumtsz, ugye? Nem, hát abszolút, a Paulina szerintem a korosztályának az egyik legtehetségesebb énekese, és ezt nem csak énektehetségre, hanem kisugárzásra is, meg színpadi kommunikációra is értem. Baromi jó volt, tök hamar megtaláltuk közös hangot, mert egyébként az együttesünkbe szoktunk közösen bulizni, meg ismerjük őt korábbról is, sőt ő is eljött, amikor is játszottunk, Balatonfelvidéken játszottunk, eljött a koncertünkre, szóval tényleg közvetlen a viszony, kár, hogy ma nem lehet itt, tehát ő folyamatosan fellép, én meg már délután 3:30-kor befejeztem a mai fellépésemet. Térjünk vissza a ChemLearningre, hogy hogyan álltak össze a feladatsorok? Mi alapján válogatottuk, és hány darabot találhatunk? Nagyjából 500 olyan kérdés és feladat van, ami jelenleg elérhető publikusan. Ennek a duplája az elérhet, az megvan egy külön feladatbankban, és folyamatosan még fejlesztjük és frissítjük az oldalt. Természetesen vannak olyan kérdések, amiket vizsgákon, számon, kéréseken használunk, mint oktatók, azokat nem tesszük ki a publikus felületre. Maga a feladatgyűjtemény az abból a célból is készült, hogy a három nagy budapesti egyetem kémia oktatóinak a tudásanyagát megpróbáljuk egyesíteni, és tanuljunk egymástól, kapjunk egymástól feladatokat, lehetőségeket a számonkérésre, illetve a digitális oktatásra és az önálló tanulásnak is az elősegítésére. De akkor ki lesz ennek a célközönsége, mondjuk inkább egyetemisták vagy középiskolások, netán általános iskolások, felsősök? Középiskolások számára is vannak
kémia iránti érdeklődést felkeltő kérdéseink, olyan könnyebb feladatok, amik azoknak is megoldhatók, akik a kémiai érettségi felé tapogatóznak, de a fő célcsoport azok a BSC-s és MSC-s diákok, akik a három nagy egyetemen tanulnak, vagy akár, hogyha egyéb magyarországi egyetemeknek a hallgatói érdeklődnek, akkor természetesen az ő regisztrációjukat is nagy örömmel várjuk. Akár én is tudnék regisztrálni egyébként? Bárki tud regisztrálni, igen. Van a chemlearning.elte.hu honlap, ahogy ez a klipnek a végén látszik is. Erre akár hallgatók, akár oktatók, akár kémiával nem foglalkozók, csak érdeklődők is regisztrálhatnak. Lóci, dalszövegírás közben visszajöttek emlékek, vagy fel kellett lapozni a kémia könyvet? Igen, hát azért, tehát a... Igen, tehát az alapfogalmak megvoltak, mint a kavalás kötés, meg ezek, de azért, hogy egy picit jobban belelássak, azért elő kellett kapni egy-két Wikipédia oldalt, és elmerülni ebben, de tényleg a kémiának megvan az a szépsége, hogy mint minden természettudományos tárgynak, hogy igazából eléggé következik egyik dolog a másikból, és én ezt nagyon irigylem egyébként a humán tárgyakban, tehát hogy amikor mindennek van 400 féle interpretációs lehetőség, a kémiában én szeretem azt, hogy ebből ez lesz és kész. Hát hogyha végigmegy a folyamat, akkor ez történik. A dalszövegben is egy kicsit erre próbáltunk rájátszani, hogy ez amióta bejött, ez egy kicsit angol száz hagyomány vagy anglicizmus, ez a megvan köztük a kémia dolog, hogy akkor erre próbáltunk rájátszani, ez volt az alappoén, de aztán néhány ilyen kis kihallás van benne. Igen, a kihallások például az, hogy tulajdonképpen ebből egy ilyen kis szerelmi történet kerekedik ki a végére, vagy ez azért inkább tényleg csak a interpretáció kérdése? Hát ugye az a vége a klipnek, hogy kiderül, hogy ugye nem is egymással texteltek végig, hanem a chemlearninget nyomogatták. Én azt gondolom, hogy ebből a kis dal foszlányból, ami most lényegében egy ilyen kis egyperces szösszenet, kb. Inkább egy ilyen valahol a reklámzene és a dal között van félúton. Én hiszek abban, hogy ebből majd azért ki lehet egy egész dalt is hozni, és hogyha még hozzáírunk egy verszakot, meg még kétszer lemegy a refrén, ebből még akár rádiós láger is lehet, kérem szépen. Hát akkor hajrá, azt is nagyon várjuk. Jó, köszönöm, hát megpróbáljuk. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek.